Azt is szokták mondani, hogy aki drogfüggő, annak ilyen kemény szeretetre van szüksége, tough love-ra, ugye tough hogy így érzelmileg el kell távolodni a szülőnek a drogfüggő gyerekétől, és ilyen... Ezt magyarul kemény szeretetnek hívják? Igen. Igen. Hát én azt mondom, hogy vagy kemény, vagy van szeretet, de nincs kemény szeretet. Szeretetben nincs semmi kemény. A szeretet nagyon lágy és gyengéd, és meleg valami. Ami kemény, az a büntetés. Tehát mikor kemény szeretetről beszélnek, büntetésről beszélnek. Ez nem segít. Sőt, kárítja a dolgokat, mert a függő, miért függő? Mert nagy fájdalomban van. És hogy a kemények bánnak vele, csak fokozódik a fájdalom. Hogy fogok ezzel segíteni? Sok tragédiát láttam Kanadában, hogy volt egy függős kamasz, vagy egy fiatal ember, és a szüleik mentek a szakemberekhez, az expertekhez, akik javasolták ezt a kemény szeretetet. És ebből csak tragédia lett sokszor. Sőt, még majdnem hihetetlen, de többször hálát fejezte ki felén olyan szülők, akik a gyereke túladagol miatt meghalt, és persze ezt nem gondoltam volna, hogy egy könyvet, amiben kiírom, hogy a függőségnek a gyerekei trauma az alapja, hogy egy szülő, aki elvesztette a gyerekét, nekem megköszönni ezt. De azért köszönik, mert azt mondják, most már legalább megértem, hogy mi történt. És sajnos, ha ezt tudtam volna, másképpen viselkedtem volna. De én ezt a kemény szeretetet adtam a gyerekeinek, mert így tanácsolták a szakemberek.